Kezdjük talán azzal, hogy a divat szavunk az mit jelent? Vajon milyen igéből származik? Igen, segítettem már azzal, hogy elmondtam, hogy igéről van szó. Divat, divik, igen, a divik igéből. És ugye, hogyha arra gondolunk, hogy idegen nyelvekben, ugye ott van az angol fashion szó, vagy ott van a mód szó, a divat szó franciául meg angolul, akkor azt lehet látni, hogy a mi nyelvünkben van egy olyan szó, ami arra megy vissza, hogy divatos az, ami népszerű. A francia nyelvben a mód szó, amire visszamegy, annak ugye van egy latin gyökere, az meg azt jelenti, hogy divatos az, ami közel van hozzám időben, ami rögtöni, ami hamar cserélődik. Ugye ez egy latin határozó szóból származik, de valami ilyen jelentése van, hogy gyorsan cserélődő. És akkor a fashion szó, ami meg az angolban van, annak meg a fétis szavunkkal van valamilyen kapcsolata, és ott meg arra utal, hogy a divatos az a tárgy, aminek valamilyen kultikus szerepe van az életünkben. Na most, hogyha ezt a három területet nézzük meg, hogy a különböző nyelvekben a divatnak milyen jelentése van, az látszik, hogy mi egy olyan kultúrában nőttünk fel, ahol az, ami divatos, az egy negatív kategóriával áll összefüggésben a népszerű kategóriájával. Ebbe a mi kultúránk nem lát bele olyan nagy fantáziát, mint amilyet a francia kultúra vagy az angol kultúra belelát. Nálunk azt meg az a tömegnek az ízlése, kicsit lenézéssel szoktuk azt emlegetni, ami divatos. Mostanában változóban van valami, ugye a rendszerváltozás után, de a magyar mentalitásban tényleg ott van ez, hogy a divatosság az nem feltétlenül egy pozitív érték. Most pontosan ezért érdekes nekünk a kérdés, hogy a nyelvújítók azok ugye olyan személyek voltak, meg olyan irodalommal foglalkozó emberek, akik nagyon óckodtak mindattól, ami népszerű. Volt bennük Kazincinak ugye nagyon sok olyan szövegrészlete van, ahol azt mondja el, hogy hát azt a porjas ízlést mennyire ki nem állhatja. Úgyhogy akkor az első problémánk ezzel a kérdéssel, amit ott lehet látni a kivetítőn, az az, hogy vajon Kazinci ehhez a kérdéshez mit szólt volna. Egy olyan személy, aki a divatosságnak a jelenségétől úgy általában írtózott. Na most a nagyobb probléma nem ezzel van. A nagyobb probléma ennek a kérdésnek a kapcsán azzal van, hogy ez egy rossz kérdés. Viszont cseles kérdés azért, mert alkalmas arra, hogy bevonzon embereket, mert a divatnak a jelensége az minket érdekel. A rossz kérdés viszont olyan szempontból, hogy abban a korszakban, amikor a nyelvújítók alkottak, a divat fogalma még így, ahogy ma ismerjük, nem létezik. Illetve pontosan ez az a korszak, amikor elkezd kialakulni. Most vajon mi a baj ezzel a kifejezéssel? Miért nincs a 18. század végén mai értelemben vett divat? Na és akkor erre fogunk először választ keresni, utána meg fogjuk azt nézni, hogyha ezt a kérdést mégis valahogy megpróbáljuk értelmezni a nyelvújítók és Kazinci kontextusában, akkor mihez lehet ezzel kezdeni. Na most, miért nem lehet ebben a korszakban divatról beszélni? És akkor itt tanuljunk meg két fogalmat. Az egyik fogalom az a látszat kultúra fogalma, a másik kultúra pedig a méltóság kultúra fogalma. Ezek olyan szavak, amiket történészek használnak a 18. század előtti korszakra, ez a méltóság kultúra, és a látszat kultúrát pedig a 18-19. Századot követő korszakra. Most ebben az van benne, hogyha belegondolunk abba, hogy emberek miért öltözködnek, akkor teljesen más motivációkat fogunk látni a 18. századot megelőző korokban, és mondjuk a kortárs kultúrában. Korábban az emberek azért öltöztek, mert ki akarták fejezni azt, hogy hova tartoznak a társadalomban. Ki akarták fejezni, hogy nemesek, hogy jobbágyok, ki akarták fejezni, hogy melyik régióhoz tartoznak, hány évesek, milyen a családi állapotuk. Ugye ezt is a népviseletben nagyon szépen lehet követni, hogy az eljegyzés előtt álló lány az másképpen öltözik, mint az a lány, aki eljegyzés után van. Arról nem is beszél, hogy az életkoroknak aztán milyen sajátos kódrendszere van a népviseletben. És a 19. században következik el az a borzalom, ami miatt valószínűleg a magyar kultúra annyira óckodik a divat jelenségektől, hogy azért öltözünk, mert látszani akarunk valakinek. El akarjuk tagadni az igazi identitásunkat. Valami mást akarunk kifejezni a ruháink által, mint ahova születtünk, mint akik vagyunk. És ugye ebben jön aztán az a terület, amihez azt hiszem, hogy a teremben ülő fiatalok nagyon jól ismerik a példát, ahova Lady Gaga vezet el, ugye ez a sztár, akinek az öltözködés kultúrája nagyon sajátos, hogy igazából a külsőmmel, a ruhák által azt csinálok, amit akarok. Még az ember identitásomat is megpróbálhatom letagadni, úgyhogy állatbőrbe bújok, húszafatokat viselek, és stb. Jó, tehát itt ez valóban egy nagyon fontos funkcióváltása következik be a 18. században az öltözködésnek.
És azért nem nagyon beszélhetünk Kazinciék korában a divatosságnak a fogalmáról, mert hogy ezek a nyelvújítás korában élt személyek még ezt a méltóság kultúrát gyakorolták, igazából azt szerették, hogy megfeleljenek azoknak a társadalmi szerepeknek a ruháik által, amikben nap mint nap ott vannak. Viszont Kazincinál elkezd árnyalódni a kérdés. Jó, és akkor ezt az árnyalódást, ezt közelítsük meg úgy, hogy nézzük meg, hogy a Kazinci által jegyzett szövegekben az öltözködésnek milyen funkciói vannak. Na és hát az első, ugye a társadalmi státusznak a kifejezése. Az, amiről itt beszéltünk, hogy ki kell fejezzük a helyünket abban a világban, amelyben naponta kénytelenek vagyunk cselekedni. Ez Kazincinál leginkább úgy jut kifejezésre, hogy a társasági pletykát azt nagyon jól tudta ő terjeszteni. Ugye a levelezését azt ilyen szempontból érdeklődéssel olvassuk, mert olyan sok kis információ van a korszaknak a híres személyiségeiről. És hát a társasági pletykában hogy van ott az öltözködés? Hát úgy, hogy megszólják azokat az embereket, akik nem úgy öltöznek, ahogy a társadalmi helyük elvárja tőlük. És akkor ott aztán rengeteg apró momentum van, hogy X-nek a temetésén ki éppen mit viselt, és az mennyire volt méltatlan egyrészt a halottnak az emlékéhez, másrészt pedig a saját szerepköréhez, stb. Tehát ez az egyik szerepe az öltözködésnek a Kazinci szövegeiben. A második szerepe az a személyes identitásnak a kifejezése. És ugye itt jön be a fontos változás. Kazinci már tud arról, hogy a ruhával tulajdonképpen önreprezentációt játszunk. Azt, amit szerintem naponta csinálunk, amikor reggel kiválasztjuk azt, hogy éppen aznap miben szeretnénk elmenni a munkahelyünkre, akkor egy ilyen önreprezentációs játékot játszunk. Hogyha hétköznap elmegyek shoppingolni, és elviszem a gyerekeket a plázába, akkor megpróbálok sikeres anyukának öltözni, vagy sportos anyukának öltözni. Ha hétköznap elmegyek a munkahelyemre, akkor ott meg a sikerességnek egy másik kánonát fogom követni, mint a hétvégén. Na, ezt már Kazinci jól tudta, hogy a helyzetekhez magamat kell valamilyen módon előkészítenem a ruháim által. Nagyon fontos az, hogy ez a korszak, amelyben Kazinciék alkotnak, az a periódus, amikor a nemzeti identitásról elkezdenek emberek gondolkodni. Arról, hogy az, hogy a magyar nemzethez tartozunk, és ez egy fontos dolog, nem a magyar királysághoz, nem egy politikai formációhoz, hanem egy olyan közösséghez, aminek az értékeit már magunk hozzuk létre, akkor ebben a folyamatban, hogy elkezdünk erről a nemzeti identitásról gondolkodni, két dolog lesz nagyon fontos. Az egyik a nyelvi hovatartozás, a másik pedig az a ruházat, ami összeköti egymással azokat, akik magyarnak tekintik magukat. Jó, akkor ez a következő funkció, hogy ki tudja fejezni a nemzeti identitást, az öltözet. És majd mindjárt látni fogjuk, hogy nem mindegy, hogy melyik öltözet az, ami a nemzeti identitást kifejezi. És az utolsó pedig, hogy Kazincinál a viselet nagyon gyakran tér vissza metaforaként, politikai kérdések megoldásában, társadalmi kérdéseknek a tárgyalásában. Tehát van egy olyan funkciója is, ami egy kicsit az irodalmi nyelvhez, a stilisztikai megoldásokhoz kapcsolható. És akkor most ilyen szép idézetek lesznek, amik a Kazinci levelezésből és Kazincinak az önéletrajzi szövegeiből származnak. Képek végén lesznek, jó? Na, tehát az első, hogy... Trendkövetés, hogyha beszélhetünk erről Kazinci esetében, meg innovátorság a divatban, akkor az hogyan működik? Na és akkor a Kazinci az én életemben de arról beszél, hogy amikor Késmárkon diákként volt ott, akkor volt egy tanárunk, akinek az öltözködése nagyon meghatározta az ízlésüket. Remélem, hogy fel fogom tudni olvasni. Nem sokára azután által vitették a grammatikába, és örömünk vala látni, hogy egy akadémiákról hazasietett deák, Hellner Ilyés, ibolyaszín posztó kaputban, fehér béléssel, s tűzött lajblival, ibolyaszín bugyogóban, fehér sejem strimflivel, s ezüst csattal, húderes parókával, és egy nagy hajzacskóval, s talán koszperdel is, bokrétát szúrva bal karjának ujja és hajtókája közé, inaugurális orációját, tehát ez a bevezető beszéd, amit az iskola első napján elmondtak, mint szubrektora, tehát a rektor az iskolának, és nekünk tanítónk beköszönt. Az ember jól nőtt ember volt, vagyis hogy szép magas férfi volt, azt szeretné ezzel kifejezni, és az ibolya vagy barackvirágszín hacukában ó, de másként figurírozza, mint Clarissimus vir Karlovskius, és őről megtudjuk, hogy ő volt Késmárknak az elegántja, tehát ő volt a divatfia, kis ficsúr. És adjuk meg neki a dicséretet, ő belőlünk igyekezett is faragcsálni valamit. Egy tavaszi vasárnap egy primánus zöld mentében, tehát ez egy ilyen
első éves az iskolai tanulmányokban, zöld mentében, vókatorok prémes, karmazsin színű nadrágban, ezüst munkával, karonfogva jött csoportunk felé a szép réte. Ugye látszik, hogy Kazincinak az önéletírásában nem ez az egyetlen ilyen részlet, ahol nagyon részletesen meséli el, hogy azok a személyek, akikkel találkozott, hogyan öltöztek, és annak az öltözéknek milyen befolyása volt az ő ízlésére. Ez volt az első területünk, most ennél többet minden szempontot egy-egy idézetet fogunk megnézni. A másik szempont ugye, ami ott volt, öltözködés és társadalmi elvárás. Mennyire tartotta be Kazinci azokat a szempontokat, amik a társadalmi öltözködés kultúrával álltak összefüggésben. Én oly kevés vagyok, írja Berzsenyi Dánielnek, akinek a nevét remélem, hogy ismerik a teremben ül. Én oly kevés vagyok, hogy azt hitettem el magammal, hogy nekem valami egyéb által kell ragyognom, mint a cifra által, és látom, hogy jól ítéltem. Tehát a cifra alatt itt ugye azt érti, mint a cifra öltözet által. Azonban Sonderling nem vagyok, ugye különc nem vagyok, és kravátot, a kravát szó az ismerős? Igen? Igen? Hogy mondjuk ma? A kravátnak? Nyakendő, igen, ez is olyan szavunk, amit akkor kezdtek el használni. Azonban Sonderling nem vagyok, s kravátot, s honig érő nadrágot hordok én is, de úgy, hogy nem láttatom tudni, hogy rajtam az van. A cinnober színű veres zrínyi sipka azonban sem télben, sem nyárban nem marad el a frak és nankin vagy bársony nadrág mellől, hanem ha gyűlésbe megyek. Akkor módi kalpak váltja fel. Ezeket édes barátom leverednek második paragrafusára. Na most ahhoz, hogy megértsük azt, hogy hát ez ugye egy furcsa dolog, hogy férfiak egymásnak arról írnak, hogy mibe öltöznek, nem? Gondoljatok bele, hogy azért chatten ilyet szoktatok ma, hogy fiú baráttal megbeszélitek egymás között, hogy ki mit hol. Azért nem szoktuk ezt ma csinálni, mert ma erre nincsen szükség. Mert látjuk egymást. Van vizuális tapasztalatunk arról, hogy a másik milyen. Ezek az emberek nem látták egymást. Ezért a levelekben azt kérdezték meg egymástól, hogy te hogy nézel ki, tudjam, amikor neked írom a levelet, hogy vajon milyen férfit gondolok oda a címzet mögé. És akkor, hát ugye ebben az ember azt írta magáról, hogy sovány, magas és stb. És közül meg pici volt és kövér, akkor nem nagyon lehetett rájönni, hogy ő ilyen. Sőt, Berzsenyiről ezt mondják is, hogy nagyon csalik azok az ábrázolások, amik róla fennmaradtak, mert hogy elég sokat alakított a valós külsejéhez képest az elkészült portrékon. Na, tehát ez a magyarázata annak, hogy ezek a férfiak megbeszélték egymásról, hogy mibe öltöznek. Ugye a furcsa ebben az idézetben az, hogy ha megnézzük kosztümtörténeti szempontból azokat a fogalmakat, amik benne vannak az idézetben, akkor a kravát és a honigérő nadrág azok olyan viseletdarabok, amik nem a magyar nemzeti öltözetre jellemzőek. A magyar nemzeti öltözet, ugye ezt majd mindjárt látni fogjuk képen, az a mente és a nadrág az ugye takar, tehát nem látszik az, hogy a nadrágnak a hossza meddig jön fel, a derék hossza. És ez az öltözet, ez ugye egy Nyugat-Európából származó öltözet. Hát az a Kazinci, aki egyébként a magyar öltözet kérdése mellett sokszor foglal állást, a hétköznapokban a nyugat-európai stílusú európai ruhát hordta. És akkor ugye az zrínyi sipkát azt viszont viseli, ez megint egy érdekes tendenciája a kornak, hogy elkezdtek ruhadarabokat elnevezni híres magyar személyiségekről. Ugye Kazinci mente is van, úgyhogy őróla is neveztek el ruhadarabot. Na most következő kérdésünk az, hogy az, hogy valaki divatos és öltözködni tud, az nagyon sokban függ attól, hogy mennyi pénze van erre. És ez a korban még inkább érvényes volt, mint ma, amikor ugye ezek a fast fashionnak nevezett cégek elárasztanak minket azokkal a termékekkel, amiket kifutókon lehet látni, vagy azoknak az olcsó kópiáival. Most ebben a korszakban ugye tényleg az öltözött jól, akinek pénze volt arra, hogy megvásárolja azokat a kelméket, amik nagyon messzi utat futottak be. És hát Kazinciról ugye mondják, és ez az idézet egy monográfusának a szövegéből van, irodalmi ellenfelei családi állapotát és anyagi helyzetét is gúnyosan emlegették, szegény büszkének mondogatták, aki külsőleg csillogni akar, de nincs tehetség, hogy kocsist is tartson, s maga bánik lóvaival. Ugye egy kicsit úgy kezelték, hogy hát ez olyan kis, hát úgy próbál gazdagnak tűnni, meg próbál olyan lovakat tartani, mint a nagy nemes barátai, de hát neki erre ugye nincsen pénze. Kazinci nem volt egy gazdag ember, ezt lehet a feljegyzésekből tudni. Ha most a másik érdekes idézetünk ilyen szempontból, és ez egy Kis Jánosnak írott, hogy az egyik legjobb barátjának hosszabb ideig levelező társa
ként szereplő személynek írott levél, hogy amikor összeházasodik Török Szofival, ugye, aki hát, nagy korkülönbség volt közöttük, és a lány az hát egy gazdagabb családból származott, mint ő, akkor így beszélik meg azt, hogy ezentúl hogyan fognak öltözni. Elvégeztük, hogy egyikünk a másikra semmit ne költsön. Ugye nem éppen az a házasság, amit ma kívánunk magunknak. Készüljön ki, amit tetszik, és Szofi megígérte önmagától, hogy azt az egy pár ezret, amit az atya néki kikészítésül át, tehát ugye hozományként át, reszkető tűres, csillogó kövekre nem vesztegeti. Én úgymond mindig úgy leszek öltözve, mint eddig, csinosan, az új ízlet szerint. De mindig gazdálkodó móddal. Ruhám annyi van, hogy újakat éppen nincs szükségem varratni, de ehelyett azt kívánom, hogy te jelenj meg előttem mindig ízletesen. Várj csak, várj, ugye itt ez már Szofinak a szava, amit egy ilyen függő beszédben idéz, várj csak, várj, én megifítalak, én törlöm le szenvedéseid, könyhullatásait. Ugye Kazinci már túl van a fogságon, de ezért is fontos, hogy a fiatal feleség az megpróbál egy kis pozitív energiát vinni az életében. Na hát, ez ugye látszik, hogy Kazinci, ha ezt a kérdést komolyan veszük, hogy divatos volt-e, trendkövető volt-e, akkor már csak emiatt sem volt divatos, mert nem volt neki olyan sok pénze, hogy divatosan öltözhetett volna. Az viszont fontos szempont nekünk, hogy ezt elismeri, hogy ő mindig ízlésesen és az új ízlet szerint öltözik. Csinosan és az új ízlet szerint fog öltözni. Jó, akkor menjünk a következő szemponthoz. Ezt a szempontot egy néhány képpel vezettem be. Ugye most, ahogy így ebben a felbontásban látszik, hogy ott fent olyan, mintha valami korom vagy valami ott azon a lapon lenne, ugye? Ott fent látszik az a kis gomoly, nem tudom. Viszont, hogyha elolvassuk, hogy mit ír mellett, az nem tudom mennyire látszik, azt írja, hogy amerikai gyúgyapja, igen, és ott még azt is írja, hogy ebből csináltatott magának öltözetet, és hogy brümből hozatta. A lapon tulajdonképpen ez a Kazincinak a Pandekta című kézirat gyűjteményében van ott. A lapon tényleg be van ragasztva egy gyapjú darab, és azt lehet, hogy ha a képet most jobb felbontásban látnánk, akkor azt lehetne látni, hogy tényleg egy kis gyapjú darab látható. Mutatok még egy ilyen képet. Itt van ez a következő kép. Mi ez a tárgy? Ma is hordunk ilyet. Egy kokárda. Pontosan egy kokárda látszik ott. Itt úgy kell valóban elképzelni a kéziratos oldalt, hogy oda be van ragasztva az anyagból, a textíliából készült kokárda. És akkor itt még egy kép. Ugye ott megint látszik két olyan hosszú, furcsa folt ezen a lapon, és mellette az a felirat, hogy ez a két posztódarab egy Franciaországban elesett katonának az egyenruhájából származik, amit a testvére a csatamezőn megszerzett, ugye levágta, képzeljük el ezt a morbid helyzetet, a halott katonának az egyenruhájából kivágott darabot, és azt hozta el Kazincinak, mert tudta, hogy a bátyját nagyon érdeklik az ilyenfajta furcsaságok. És hozott neki mutatóba két ilyen posztó darabot, hogy a francia katonáknak az egyenruhája az miből készül. És akkor Kazinci ugyanebbe a gyűjteménybe beragasztja ezeket a kis posztó darabokat. Na, menjünk vissza ehhez az idézetünkhöz. Ugye ebben az idézetben elmondja azt, hogy miért annyira fontos neki ezeknek a textília daraboknak a gyűjtése. Az, hogy beszéljünk arról, meg emlékeink legyenek arról, hogy egy adott korszakban az öltözködés az hogyan is történik. Tehát öltözet és történeti megismerés, hogy ezt a címet adtam a szlájdnak. Én a portrékat, kosztümöket apróságos gondokkal festem ki, és meg lehet, hogy ezek által némely olvasómat elunasztom. De nekem éppen ezek az apróságos vonások látszanak leginkább érdeklőnek, midőn a nem láthatott emberek felül vagyon szó. És mi teszi különben azt, hogy midőn nevezetes ember szemléléséhez van módunk, látni óhatjuk azt, ha vele beszédben nem eredhetünk is. És minthogy a múlt idők magyar kosztümjeit a maradék nem látja, majd az szerint rezekben, mármint a rézmetszetekben, mint a 14. Lajos korabeli párizsiakat a Pikártéjén, és a Rodovickéjén a nagy király korabeli berlinieket, ezek az én vonásaim pótlólékul lehetnek e részben a később nyomoknál. Egy nagyon fontos szempont jön fel ebben a szövegben. Kazinci azt mondja, hogy azért érdemes a magyar viseletet, a magyar kosztümöt leírni, úgy, ahogyan ő teszi,
Mert hogy nekünk nincsenek olyan ábrázoló művészeink, akik rézmetszeten megörökítették volna a magyar ruhát. Ellentétben más nemzetekkel is, ugye ott vannak a művészeknek a nevei, akik a német, illetve francia öltözékeket megörökítették. Na és azért fontos ez a szempont, mert Kazincinél az öltözködésnek a kérdése összekapcsolódik egy olyan területtel, ami öregségére nagyon kezdte foglalkoztatni, illetve egész életében csak öregségére egyre többet költött rá, ez pedig a képzőművészetnek a területe. Valóban ezt Török Szófi többször sérelmezte is, hogy hát ez az ő férje, ez a pénzüket mindig műtárgyvásárlásra költi. Na és itt jön be nála ismét a divatnak a kérdése, hogy az öltözködés olyan szempontból lesz fontos, hogy a képzőművészet hogyan tudja az öltözködést megjeleníteni. Igazából őt már nem a viselt ruha, hanem az ábrázolt ruha kezdi el érdekelni. Na, és akkor innen menjünk tovább, és nézzük meg ezt a szempontot, ami a nyelvi program és az öltözködés közötti összefüggést mutatja. A magyarnak különböző nyelve ruhája van, valamint az nem illik hozzá, hogy közhelyen, hol a nemzet úgy lép fel, mint nemzet, idegen öltözetben lépjen fel. Úgy nem illik, hogy ahol a maga méltósága érzésében kell szólania, idegen nyelven szóljon. Ugye, az összefüggés az nagyon evidens. Úgy, ahogy nem szeretünk német nyelven megnyilvánulni ugye, politikai helyzetekben, mert ez volt a kérdés, ami őket ebben a korszakban nagyon foglalkoztatta a császári rendeletek miatt, pontosan úgy nem szeretünk másfajta ruhát viselni, mint ami a magyar ruha. Viszont ez nem egy annyira egyszerű kérdés, hogy mi a magyar ruha. És akkor ott van a következő idézet, ami elmondja azt, hogy miért nem egyszerű ez a kérdés. Mi az a nemzeti, ez a kérdésed, és a például felhozott honig érő nadrág, gróf Berényi Györgyé. A parókák három csingolyai, Leopold és Lajos bajusza, nekem furcsa gondolatokra adnak alkalmatosságot. És mivel a szokásból nem akarok kimenni, hogy neked mindig tele leveleket küldözzek, kiírtam karakterisztikámból, mely nem sokára kinyomást vár, némely ilyeseket. Én a nemzetinek is tartok valamely középpontját a durvaság és felesleg való csinosság között, mint Euler és Kivált Boskovics tartották a vonzó és elrúgó erők között. Ugye valami olyasmit mond, amit a saját öltözékéről is mondott korábban, hogy a csinosat és az ízléseset szereti hordani. Középpontját a durvaság és a felesleg való csinosság között. Ugye ez az a csinosság szavunk, amit Kármán József használ a nemzet csinosodásában. Valami, ami a műveltséget hozza a lelkünkben, az öltözékben is, az a magyar viselet, ami mértékletes, műveltséget terjesztő jelleggel bír. Na és azt a történetet már nem mesélem el, hogy a magyar öltözetet Kazinci hogyan gondolja kidolgozhatónak, hogy egymással elkezdi összehasonlítani a különböző magyar régiókban viselt nemesi magyar ruházatnak az elemeit, és ezekből levezet egy ugyanolyan öltözködési programot, mint amilyen nyelvi programot a nyelvújítással meghirdet. Tehát látszik az, hogy a nyelvészeti munkáiban is nagyon fontos neki a nyelvkérdés. Na és akkor a képzőművészetnek a szempontját azt az előbb már behoztam. Itt látunk hozzá egy idézetet. Nős nem vagyok, s egyhamar még nem is leszek. Született nyelvemen kívül a deákot, németet, franciát és olaszt értem, és valamennyire a két utolsót szólom is. Termetem, ne neves ezen, alacsony. Színem barnás-fehér, fiziognómiámat mutatni fogja egy rövid nap alatt béküldendő gipsz képem, melyet Leonard Kos nevű pécsi künstler, egy művész készített, és amely hozzám tökéletesen hasonlít. Kivévén azt, hogy római öltözetem és lobogó hajam ezt nagyon elidealizálja. Jó, tehát ismét egy ilyen furcsa idézet, ami ugyanahhoz a gyakorlathoz kapcsolódik, amit az előbb Berzsenyénél is láttunk, hogy azt is elmeséli, hogy az a portré, ami róla készül, az ugye milyen szempontok szerint készül. Mik azok a ruhák, amiket a portrén visel? És ebben a kérdésben kapcsolódik össze ez a két kérdésirány, a képzőművészeti érdeklődés és a személyes öltözködés, az itt lesz Kazincinál egységalkotó, hogy valójában ebben a korszakban már, vagy egy adott életkor után azzal kezd el foglalkozni, hogy valójában csak azt számít, hogy a képeken hogy néz ki és mit visel. Na és akkor ezért nézzük meg a Kazinci portrékat. Ugye azt minden portréről, hogyha az ember türelmesen bogarászik az önéletrajzi források között, akkor ezeknek a portréknak mindenikéről össze lehet gyűjteni adatokat. Mi volt az, ami a művésznek a döntése volt a képen, mi volt az, amit Kazinci rendelt meg így. Hát egész jól lehet dokumentálni azt, hogy melyik képen miért pont így néz ki, ahogy kinéz. Ugye az a legelső, ez a nagyon korai felvétel, ami az Orpheus című lapnak a
az indításakor készül. A képeken ki lehet venni azt, hogy milyen ruhadarabok vannak rajta? Nagyjából? Magyar öltözéknek elemeit fel lehet ismerni valamelyiken? Igen? Ja, azért bánom, hogy nem, ugye itt van ez az őszhajú Kazincit ábrázoló portré, ugye az is egy olyan fajta felső kabátban jeleníti meg Kazincit, aminek itt ugyanolyan kis préme van, mint azon a harmadikon a felső sorban. Ugye, és azt, hogyha az ember figyelmesen végignézi, akkor ezt az Euler-féle ábrázolást leszámítva, ami itt van középen, azon kívül a többieken mind ezt a rókatorpos mentét viseli, vagyis a magyar öltözéknek az összetevőjét. Ugye a másik érdekes dolog az meg az a nyakára tekert nyakkendő, aminek hát azt a nagyapja kapcsán meséli el nagyon szépen, hogy hogy is zajlott az öltözködés reggel, amikor ezeket a nyakkendőket a férfiak felillesztették ide az ingükre. Ugye ott egy nagyon szép leírás van az én életemben, amely úgy kezdődik, hogy akkor ugye megáll a nagyapja a szobának az egyik sarkában, és akkor a szobának a másik sarkában áll az inas, akkor az inas fogja a nyakkendőnek a két végét, és akkor a nagypapa az meg így beforog, és akkor így tekeredik fel a nyakára ez a nyakkendő, ami itt is látható a képeknek egy részén. És akkor ugye látható már innen, az utolsó három képen, hogy ott történik egy nagy váltás az öltözködés kultúrában, és egy olyan ruhadarab tűnik fel, ez a köpenyszerű felső kabát, ami a romantikus költőknek a nagyon kedvelt öltözködési darabja. Ugye a második képen, tehát itt az alsó sorban, a negyedik képen is ugyanez a köpenyszerű kabát látható. És az utolsó kép, ami egy nagyon késő, vagy a legkésőbbi Kazinczy ábrázolás, azon pedig az a ruhadarab, amit hord, az már a napoleoni korszaknak a katonai ruházatából vesz át elemeket. Ugye a napoleoni háborúknak a korszak az kosztümtörténeti szempontból szintén egy fontos periódus. Mert amikor Napóleonnak a seregei végigjönnek Európán, akkor a nemzeti öltözeteket sorra látják, és ezekből mind inspirálódnak. Ezért vannak olyan korszakok, amikor a párizsi divatot nagyon meghatároz az, hogy a magyar nemesi ruha az milyen. Mert látják és eliriglik a magyar nemesi ruházatnak a darabjait. Na hát ezentúl ezeket a Kazinczy portrékat úgy érdemes nézni, hogy az ember arra gondol, hogy nem véletlen az, hogy milyen ruhadarab van rajta, nem véletlen az, hogy a tekintete az merre fordul, ezek mind olyan döntések voltak, amiket Kazinczy nagyon szeretett kézben tartani, és a művészeknek megírta az ilyen irányú elvárásait. Melyik az a Kazinczy, akit ma így Kazinczyként szoktunk számon tartani? Azt mondjuk, hogy na ez Kazinczy, erről felismerem ezekből a portrékból. Ismerős ez a diákoknak például, ismerős nektek valamelyik ezekből? Láttátok Kazinczyt eddig képen? Igen? És melyik képet láttátok? Az összeset? Igen? Azt a felsősorban a negyediket is láttátok? Ez szerintem egy elég atipikus ábrázolás. Vagy nem az, amelyik a legkevésbé hasonlít a többire? Melyik az, amit talán a legtöbbször szoktak mutatni? Az első? Uh-huh. Igen, a fiatal Kazinczy, igen. De ez az öregkori portré is nagyon gyakori, pontosan azért, mert ahogy a romantika kezdi el aztán átértelmezni Kazinczyt, ez az ábrázolási hagyomány szintén meghatározó lesz. Melyik mondjuk a leginkább magyaros portré? Tényleg úgy néz ki, hogy magyarosan öltözött rajta. Ez a középső? Ugyanaz, amiről a romantikus jegyeket állítottuk? Aha. A magyar nemzeti öltözet, amire azt mondjuk, hogy magyar nemzeti öltözet, az vajon milyen modell alapján alakul ki? Kiknek az öltözködés kultúrája határozta meg a magyar nemzeti öltözetet? Milyen társadalmi kategória lehet? A népviselet? Igen, a nemesi viselet és a nemesi viseletnek azok a darabjai, amik a képeknek mindenikén ott vannak. Igazából az ábrázolások közül egyik sem olyan, ami teljesen mellőzné a magyar nemzeti viseletnek a darabjait.
Ugye ez a sújtásos kabát, ami a férfi nemesi öltözetnek az összetevője, a mente és a dolmány, az alsó és a felső kabát közötti különbség, ez mind olyan ruhadarab, amit Kazinczy gyakorlatilag egész életében hord. Ugye egy szerencsénk van ezekkel a képekkel, és ezért lehet nehezen felelni erre a kérdésre, hogy melyik az, ami magyaros, és melyik az, ami a leginkább nyugat-európai, hogy a magyar nemzeti viselet az a leginkább a nyugat-európai viselettől a nadrágviselésben tért el. És azért pontosan a nadrágviselésben, mert hogy a mente az nagyon sokat takart ebből az alsó ruházatból, sőt, még olyan feljegyzéseink is vannak, amiben kicsit így cikizték is a magyarokat azért a nadrág típusért, amit hordtak, mert hogy az már Európában régen nem volt divatos. Itt közben van egy nagy technika történeti újítás, hogy felfedezik a gombot. És a magyarok a gombot nagyon későre adoptálják, és igen sokáig ilyen szíjjal megkötött nadrág fazont viseltek. A gombnak a feltalálása az tényleg így Kazincinak is van olyan szövege, amiben azt mondja el, hogy a gombbal végre nem tűrődik a nadrág, és nem kell mindig ilyen pántokkal leszorítani, és még azt is leírja, hogy volt olyan, hogy ezek a pántok annyira megszorították, hogy tele volt kék foltokkal a teste, mert hát ugye azért kellett adni, hogy a nadrág az egyenesen álljon rajta. Úgyhogy, ha egész alakos portrénk lenne Kazincziról, akkor sokkal nehezebben tudnánk válaszolni erre a kérdésre, hogy vajon magyaros, vagy pedig németes öltözetet visel magán. Ugye még ehhez a kérdéshez, hogy Kazincinál felfedeződik az a divat, ami az önreprezentációnak az eszköze, ehhez még egy adalékot. Azt az adalékot, hogy Kazincy nem csak az öltözködés kultúrával volt ilyen igényes. Ugyanilyen igényes volt azzal kapcsolatban is, hogy hogyan rendezte be a lakását. Hát az, amit ma mi is a mindennapi gyakorlatainkban követni szoktunk, hogy a lakásunkról azt szeretnénk, hogy kifejezze azt az értékrendet, amiben élünk. Értelmiségi lakást akarunk, új gazdag lakást akarunk, bankárlakást akarunk, sikeres vállalkozó lakást akarunk. Ezt Kazincy kezdte el gyakorolni. És hát ugye volt egy nagy modelljük ebben a gyakorlatban, és ez Goethe volt. Ugye Goethe-nek van először olyan lakása, ami kifejezi azt az értékrendet és azt az irodalmi ízlést, amit a költészetében is gyakorolt. Most Kazincy pontosan ezt kezdi el a Szépharmi házában gyakorolni. Van egy Dobszai Tamás nevű történész, aki nagyon szépen megírta ezt a sztorit. És aztán ez a történet úgy megy tovább, hogy Csokonai, akinek az első komoly ilyen lakás, fészekrakási projektjét mondjuk, aztán a halála megakadályozta, őróla is tudjuk azt, hogy hogyan tervezte berendezni azt a szobát, aminek a középpontjában Lillának a portréját akarta kiállítani. És ha már itt múzeumban vagyunk, akkor még egy tanács, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban még fent van az a Petőfi életének szentelt kiállítás, nem tudom, látta valaki a teremben ők közül? Diákok esetleg nem voltak? Egy olyan kiállítás, amit nagyon korszerű történeti kutatásokra alapozva állítottak fel, ami pontosan arra kíváncsi, hogy gazdaságilag mekkora anyagi keretből tartották fenn az életszínvonalat Petőfi és felesége, és itt meg lehet nézni azt a szobát is, ahol Petőfi Szendrei Júliával és Jókaival egy ideig együtt éltek. Ugye ott nagyon szépen lehet látni, hogy milyen szép tárgyaik voltak, hogy mennyire ízléses és igényes volt a belső térnek a berendezése, bár nem sok tárgy, de azok nagyon jól megválasztott tárgyak időnként. Úgyhogy szerintem az a szempont, amit most az internet terjedésének köszönhetően elkezdtünk követni, hogy sztároknak a lakberendezését látjuk. Látjuk azokat a szobákat, élettereket, ahol ők eltöltik a mindennapjaikat, az most pontosan elkezdi a figyelmet felhívni erre is, hogy ezek a személyek milyen tárgykultúrával vették körül magukat, és mik voltak azok a ruhadarabok, amiket előszeretettel használtak, mi volt az a politikai, ideológiai kontextus, amiben beillesztették ezeket a ruhadarabokat.